Ám itt minden ideglenes. Én is. Kétszer újra kezdtem, nem lett volna szabad. Egyre nehezebb volt az elválás. Én nem akarom, hogy valaki még egyszer annyira hiányozzon. És ha mégis miattad nem akar elmenni végleg? Nem miattam, hagyd már abba, sose leszek kész. Én a helyedben... Apám megszerezte a svájci útlevelet. Téged is el akar vinni? Miattam van az egész. Elmégy vele? Mit tehetek? Szerencsére fél az öreg, ha elmegyünk, széthordják mindenünket. Jaj, de örülök, hogy maradsz. Még nem biztos. Apám naponta változtatja a véleményét, az szerint, hogy milyen híreket kap. Mi biztos ma? Még a halál sem. Ezért nem értelek, miért nem örülsz annak, hogy valami, ami futóviszonynak indult, más lett? Nem annak indult, és nem is lett más, mint aminek indult. Jacques szeret téged. Szeret. A maga módján. A maga módján, de szeret. Ami volt, azt nem lehet ugyanúgy folytatni. Az már nekem kevés. Más meg nincs értelme elkezdeni, és nem is lehet. Jacques szeret engem, de számára ez nem életbevágó. Neki ott a családja, a háború. Igaz, én is ott vagyok. Hát, ha mégis sikerül. Nem sikerülhet. Mi mindent megbeszéltünk, nincsenek titkaink. Az is titok, hogy megdög lesz érte. Ezt elmondtad neki? A legszívesebben a nyakába borulnál, és azt mondanád, maradj velem, éljünk együtt. A feleséged majd talál valaki mást, de én sose találok olyat, mint amilyen te vagy. Annyi mindennek kellene összeülni, hogy mi szerethessük egymás Jacques-kal.